A Bringamania program a legfőbb célja, hogy kerékpárra ültessen kicsiket és nagyokat, időseket és fiatalokat. A program szakértője, Eisenkrammer Károly elhatározta, megbicikliztetnek néhány ismert személyiséget. A McDonald's Bringamania Balatonkörön a Bringa térítő vendége Pindrok Csaba színművész. Mit gondolsz arról, hogy ha városban szeretnéd bringázni, mondjuk azzal járni, mondjuk akár dolgozni, akár bárhova, mi kellene ahhoz, hogy többet biciklizd? A legnagyobb problémám az öltözködés. Tehát azt nem tudom pontosan átlátni, hogy mondjuk hajtós ruhából hogy tudok bemenni mondjuk egy tárgyalásra vagy színházba, de azt hiszem, hogy ez talán megoldható lenne. Ha az átöltözés technikáján még csiszolni is kell, a kerékpározás tagadhatatlanul hódít a városokban. Főleg a külföldi egyetemisták behozzák azt a kultúrát, hogy már szórakozó helyekre abszolút azzal járnak. Vidéki városban látom például Szegeden, hogy alapvetően bicikli kultúra van, és nem az van, hogy biciklim van, és nincs pénzem buszra, taxira, hanem egyszerűen élvezik a biciklizést. A közlekedésnek azonban sok szereplője van. Fontos kérdés, ki hogyan viszonyul az utakon a bringásokhoz? Ha stoppost látok, felveszem már stopportam. Ha autóban ülök, és látok egy biciklist, és visszaemlékszem arra, hogy én is utcán szocializottam biciklivel, akkor vigyázok rá. Vagy a gyerekem biciklizik, akkor vigyázok rá. Tehát oda-vissza ki kell alakulnia valaminek, amit szerintem kialakulóban van. És nagy megtiszteltetés nekem, hogy vele biciklizhettem, és hogy megszólíthattalak. Éreztem, hogy kicsit... Megizasztoztál, igen. Nehéz volt, ez azt hiszem 14-el is mentünk néhol ma már, 15-tel talán. Komoly teljesítmény volt. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Egyenlő mindenki tekere rendesen. Így van. Kihúzni a hátat. És nem csajozunk közben a 700-át. Sziasztok. Igen.